Gyorsan a 94-es lap tetején kezdjük. Ugye tegnap arról volt szó, hogy mi számít távolinak. Amikor azt mondjuk, hogy valaki távol van Jeruzsálemtől, akkor, és nem tudja meghozni a pészachi áldozatot, akkor majd meghozza a következő pészachon. Mi számít távolinak? Mit tekintünk távolinak? Ugye itt több vélemény is volt. Az egyik vélemény az volt, hogy távol Jeruzsálemtől, és az ugye egész pontosan Modiintől. A másik vélemény az volt, hogy ugye Modiin volt a külső határán, vagy a külvárosa Jeruzsálemnek. Még azt is megmondtuk tegnap, hogy ez milyen messze volt Jeruzsálemtől, valaki emlékszik. Hogy? 40-es szám szerepelt. 30-nak a fele. 15. 15 kilométerre volt a Jeruzsálemtől Modiin. 15 mérre pontosabban, de erre majd vissza fogunk térni. Volt egy másik vélemény is, amelyik azt mondta, hogy nem, a távolság az csak annyit jelent, hogy a távolság az annyit jelent, hogy ha nem vagy a szentély bejáratán kívül vagy, amikor az áldozatot hozzák, akkor azt jelenti, hogy távol vagy. Most tegnap elkezdtünk egy kicsit csillagászattal is foglalkozni, arról beszéltünk, hogy 40 kilométert megy egy nappal során az ember, nagyjából annyit lehet gyalogolni. Mennyi ideig tart, amíg mit számítunk itt napnak, ugye itt a napkeltétől napnyugtáig, de itt akkor beleszámít ebben a pirkadattól egészen a csillagok feljöveteleig, tehát itt az elején is, a végén is van egy-egy sáv, amit ki kell belőle vonni, így jött ki az, hogy nem 40, hanem 30. 30-at meg elfeleztük, tehát pont délben elindulsz, akkor 15 kilométer tudsz menni napnyugtáig, és ha 15 kilométernél távolabb vagy, akkor már nem hozhatod meg a pészachi áldozatot, vagy akkor majd a második pészachi áldozatot kell hoznod. És ezzel kapcsolatosan lesz még egy utolsó gyakorlati jellegű megjegyzés, és utána áttérünk a asztrológiára és a misztikára. De akkor gyorsan nézzük először még a gyakorlati jellegű megjegyzést. Tanurában, haja ajmét hucle madén, jachail li kanez be szuszim u be pradim, jachal jehej chájov. Mi van a helyzet? Mi a helyzet akkor, hogyha valaki Modiinnél távolabb van, ugye, de eddig mi gyalogosról beszéltünk. Egy gyalogos Modiinből még beérne Jeruzsálembe, 15 kilométert le tud gyalogolni, még beérne Jeruzsálembe, hogy meghozza az áldozatot. De Modiinon kívülről már nem érne benne, de mi van, ha te egy Porsche-val vagy? Jelenlegesen többet lehet megtenni 6 óra alatt, mint vagy 5 óra alatt, 4 és fél óra alatt, pontosan ezt mondtuk. Itt a Talmud nem Porsche-ról beszél, hanem lóról, vagy összférről. Ha egy lóval vagy egy összférrel vagy, akkor mi a helyzet? És be tudnál érni. Jachal jechájov. Ha mégse jutottál be, mégse jöttél be, akkor jár-e neked karet vagy sem? Be tudtál volna jönni. Te távolabb vagy, mint 15, de be tudtál volna jönni. Jár-e karet vagy sem? Azt mondja, a Talmud derechlei haja. Be derechlei haja. Be hallo, haja be derech. Ugye mit jelent, mit azt mondja a Talmud? Köszönöm a finom utalást, Tamás. Mit jelent a Talmud? Vagy mit mond a Talmud? Azt mondja, a Tóra hogyan fogalmaz? Ha valaki távol volt, ezt úgy mondja, ube derechlei haja. És távoli helyen, a távoli úton nem volt, és elmulasztotta a Pészákot, akkor jár neki karet. Ez az illető viszont távoli úton volt. Az minket nem érdekel, hogy ő be tud jutni, vagy nem. A távolság a lényeg. Tehát hiába volt olyan eszköze, amivel be tudott volna jutni 15 kilométerről távolabbra is, karet nem jár neki, mert a távolság megvolt ahhoz, hogy föl legyen mentve az első pészach alól. Ez a első eset. Mi a második eset? Ha pont fordítva van. Hajjaim egy lifni minden medíme, én jachajnik el ez, mipnek gmallim ukrana iszma akvisa iszaj. Mi van akkor, ha valaki közelebb van, mint Modiin, de dugóba keveredett? Nem így fogalmaz a Talmud, hanem azt mondja, hogyha valaki közel van, mint Modiin, de sok a cucc, sok jön a családjával, és egy egész karavánnal, és sok a teve, és sok a szekér, és lassan mennek. Hiába van közel, mint 15 kilométer, nem ér be
akkor azt gondolnánk, akkor esetleg föl legyen mentve a káretáló, mert mit tud csinálni? Hát ott a család lassanként haladnak. Talmud laj már derech laj haja, már én laj haja be derech. Akkor ugyanígy, az előző mondatot mondtuk. Ki az, aki föl van mentve? Aki nem volt, hogy van? Ugye derech laj haja, valaki nem volt úton, távoli úton, és nem hozta meg a Pészakot, akkor jár neki karet. Ez illető nem volt távoli úton. Az, hogy nem ért be, az más tényezők miatt van, ott kellett volna hagyni a családot, és be kellett volna jönni. Magyarul mit akar ezzel mondani a Brájta, hogy a távolság számít, és nem a többi akadályoztató tényező. Drága barátaim, most következik a misztika. Nagyon furcsa dolgok fognak jönni, és arra gondoltam, hogy mielőtt elkezdjük a Talmudot, a Talmudi részt, hoztam egy kis másik betétet. Felmutatom itt mindenkinek. Ez a Maharalmi Prág, a prágai Löw rabbinak az egyik könyve, aminek az a címe, hogy Be'er HaGoyla, a számüzetés magyarázata, szó szerint. Vagy úgy is lehet olvasni, a számüzetés kútforrása. Most ebben a Maharal, a prágai Löw rabbi, aki nagy kabalista és miszticista hírében állt, ugye ő az, aki a prágai gólemet is készítette, különböző filozófiai, vallásfilozófiai magyarázatokat ad az élet legkülönbözőbb területeire. Ez a könyv, mely egy a sok könyve közül, nekem megvan az összes műve, ez mondjuk 15 kötet legalább, ez a könyv, ez 6 részből áll, és mindegyik résznek a Ben Rishon, Ben Sheini, Ben Shlishi, az első forrás, vagy első magyarázat, a második, a harmadik, az a hatodik magyarázatban azzal foglalkozik a Löw rabbi, hogy mi a helyzet azokkal nagyon furcsa, mai szemben még furcsább, de már a Löw rabbi idejében is nagyon furcsa, természettudományi szempontból nagyon furcsa kijelentésekkel, amiket találunk a bölcsek tanításaiban. És végigveszi ezeket a furcsa tanításokat, vagy hát nyilván nem az összeset, de egy jó párat végigvesz belőlük, és igyekszik magyarázatot adni ezekre. Köztük a mi most következő talmudi lapunkat is, a 94-es lapot a Pszachim traktátusban. És a következőt mondja a Löw rabbi, hogy mindazok a dolgok, amiket a bölcsek tanítottak, és amelyek úgy tűnnek, hogy valamilyen fizikai, materiális magyarázatai a természetnek, arról jobb, ha tudjuk, hogy ezek nem a természetet akarják magyarázni, hanem a természet mögötti spirituális dolgokat. Most, ha megengeditek, akkor gyorsan a bevezetőjét ennek a résznek szeretném felolvasni, csak azért, mert így akkor esetleg más szemmel fogjuk olvasni a mai talmudi részt. Hát Luna Sisis Bamram ki a Nellemem Hachman Nusis. A hatodik ellenérv, amit a zsidósággal szemben fölhoznak, és a zsidó bölcsekkel szemben fölhoznak, az az, hogy jól látható, hogy a természettudományi magyarázatok és a természettudomány kijelentései ismeretlenek voltak előttük, és nem eléggé nem volt elég ismeretük már a talmudi bölcseknek az emberi bölcsességekben. És olyan dolgokat mondtak, amelyek nagyon furcsáknak tűnnek. Davarzaim hajakáhaja mörjázek, és szani, diemre, hakmi nem ez. És hogyha ez valóban így van, valóban a bölcsek nincsenek tisztában azzal, hogy a világnak a dolgaival, a természettudomány különböző tanításaival, és mégis ebben nyilatkoznak, akkor az kicsit úgy tűnik, hogy a hitelességüket kérdőjelezik meg. De davarze hepech, mi másra nézsz, hiru alaf hachamim. És ugye ez azért is furcsa, mert fordítva ez ellentmondásban lenne azzal, amit a bölcsek maguk tanítottak, visszave perek havisz, és mi is tanultuk a szombattraktátusban, hogy mit mondott Salamon király a Mislében, a példabeszédekben, emol le chachmi a chajsziát, imbarulach a davarka a chajszkosi a szuram róvim, láv, álltam róla,
Mit mondott Salamon király? Mondd a bölcsességnek a húgom vagy te, és hogyan magyarázták ezt a bölcseink a szombat traktátusban, hogy csak a bölcsességet csak akkor vedd a szádra, ha annyira ismered, mint a húgodat. Magyarul, ha valamiből nem tudsz eleget, akkor inkább ne magyarázd. Inkább ne magyarázd. Ugye manapság mindannyian úgy vagyunk vele, hallunk valamit az interneten, meghallgattunk egy előadást, olvastunk valamit, már is a legnagyobb tudósaivá váltunk annak a dolognak. Mit mond Salamon király? Azt mondja, amíg nem ismered annyira, mint a húgodat, inkább hallgass, nem kell nyilatkoznod, nem kell rögtön szakértővé válni mindenben. Most a bölcsek a természettudományi kérdésekben nagyon furcsa dolgokat mondtak, látszik, hogy nem értettek hozzá, és akkor szembe mennek azzal, amit Salamon mondott, hogy amihez nem értesz, arról ne beszélj. Amit nem ismersz elég, arról ne beszélj. Háréseim, hisz hírusen lajjel már hakam dolmiseim biltibirurim. És ugye ez azt is jelenti, hogy amikor beszélsz, akkor úgy beszélj, hogy ezt mindenki értse. A bölcsek viszont nagyon furcsa dolgokat mondtak, hogy ezt nagyon nehéz megérteni. Mi kalmak kiseken, és lőjön már valami zarmi hajkép, és áflein nem nénélik át a varzar, már pirus, amúl, a hakma, hajsz, oké. Erre mit mond? Ával emesz, most ugrok egy kicsit, ával emesz, ával én emesz káhtlál. Az igazság az, hogy ez mindegy nagy tévedés. Ki lőjbók a hamim le dáber, min a szibat tivisz, ki katolinuk pachajsz a szibat tivisz. A bölcsek soha nem akarták megmagyarázni a természettudományt. Soha nem akarták a természet dolgait a természet szintjén magyarázni. Miért? Mert a természettudományi magyarázatai azok nagyon kis stílűek. Ki davarzai jajsz le hachme a teva, le rafim, le hachami. Az ilyesmi, hogy természettudományi magyarázatokat adjunk a természet dolgainak, ez nagyon jó és nagyon szép, a természettudósoknak és az orvosoknak, de nem a tórai bölcseknek. Ával heimzál, dibrumina szibaseme chájeva teva. Ők minden magyarázatot, amit adtak, az nem a természet rendszerén belül, a természet logikáján belüli magyarázat, hanem az, ami a természetet ilyenné alakította. Ez mit akar ezzel mondani? Ugye úgy magyarázza, és ez a kabalának egy fontos alaptézise, hogy minden, amit a világban látunk a természet keretein belül, annak van egy spirituális oka, egy szellemi oka. És lehet persze a jelenségeket a fizikai létezésen belül magyarázni, de az igazi bölcsek, a Talmud bölcsei nem a fizikai létezés logikáján belül magyarázzák, amit magyaráznak, hanem a lelki, a spirituális magyarázatot adják. Ez most, amit a következő az én példám, nem a Maharál mondja, mondjuk vegyünk egy egyszerű példát, ha azt látjuk, hogy valaki elvörösödik. Akkor két szinten elvörösödik. Egy társaságban. Két szinten lehet magyarázni, hogy miért vörösödött el. De sok szinten lehet magyarázni, hogy két szintről lesz. Az egyik magyarázat az egy teljesen természettudományi magyarázat. Miért vörösödött el? Mert a vérnyomása fölment, és a, nem ismerem a természettudomány magyarázatot, de valami, a vérnyomása fölment, és a vér felszökkent a arcon lévő hajszálerekbe, és ettől kivörösödött, és akkor el lehet magyarázni, hogy a vérnyomás milyen más testi hatásokkal jár, és utána. De van egy egészen más dimenzió is. Az ember azért vörösödik el, mert megszégyenítették. Mert valahogy szégyenbe hozták. Valami kellemetlensége volt, valami izgult. De ez egy egészen más dimenzió. Most melyik az igaz? Melyik az igaz? Mind a kettő igaz. De melyik az ok és melyik az okozat? Az ok, az a lelki magyarázat. Az áll a fizikai mögött. A természettel foglalkozzanak a természettudósok, meg az orvosok. A bölcseknek az a feladata, hogy a dolgok mögötti spirituális magyarázatokat megadják. Vár mákris davarze, mákrisen munnevátaira, és aki ezt nem fogadja el, hogy a dolgok mögött, a fizikai létezés mögött van egy spirituális hajtóerő, és a bölcsek a spirituális hajtóerővel foglalkoztak, és nem pedig a fizikaival, az igazából magát a Tórát és magát a zsidó hitet tagadja. Mújtsinsz bajla málnös amra tajrál ősz a kesesfere iszilisz niszkar viszajlom. Mint ahogy ezt elmagyaráztuk korábban, gondolom egy korábbi fejezetben, hogy vegyük például a szivárványt. Mit mond a Tóra? A Tóra azt mondja, miért van szivárvány? Mert Isten szövetséget kötött Noé idejében az emberiséggel. És azt mondta, soha többet nem pusztítom el az embereket.
És ennek a jele a szivárvány. Ez benne van a Tórában, Mózes első könyvének 9-es fejezetében. De mit mondanak a természettudósok? Hogy mi az, miért van szivárvány? Mert a fény megtörik egy bizonyos a vízben, vagy a vízpárában, köszönöm szépen, és ezért a fény megtörésének a színe. Akkor most melyik az igaz? Mind a kettő igaz. Miért törik így meg a fény a vízpárában? Mert van egy ilyen szövetség Isten és a zsidó nép között, és ennek van egy mélyebb magyarázata is, mit szimbolizál a víz, és mit szimbolizál a fény, és mit szimbolizál a vízpára. És ezek mind ezeknek van egy spirituális megfelelőjük, és hogyha ezeket a spirituális megfelelőket megértjük, akkor megértjük, hogy a fizikai világban miért alakult ez így. Ával a davarhu kársa szívásan itt nattairó a szívásan a davar és szívatívisz meg hájva vissza. A helyzet a következő. Minden dolognak van valamilyen oka, ami miatt az a dolog úgy működik, ahogy működik. Vála össze a szivatívzi és sziva előkész, vagy szivasz a szivajsz, umi zed dibruha hamim. De annak az oknak is van egy spirituális oka. Magyarul a természetben látod, hogy valami valahogy történik. Igen, a természet keretén belül van egy ok, hogy miért úgy működik az a dolog, ahogy működik. De annak az oknak van egy spirituális oka, ami miatt a dolog úgy működik, ahogy működik. Az előbb említett valaki elpirul például. Persze, van egy élettani magyarázat, egy kémiai magyarázat, de ennek van egy spirituális magyarázata és egy spirituális oka. Mi kalmak, ami és össze szívele kisált szívele, szóval vagy előre, kérdez, adom, hogy számít számít. Össze, oké, és ezt magyarázza. Ulakáha hajsvim, a lejem ki racim zálda hadira sziva, a tivisz. Ulakáha jacim szívesen azt mondja, zálda, vagy ezért sav, és ezért aki inkább csak a természettudományi magyarázatot választja, és eltekint a spirituális magyarázattól, a lényeget hagyja el, ahelyett, hogy a lényeggel foglalkozzon. Oké. Okay. Miért olvastam ezt föl? Azért, most, ha nem lenne ez a bevezetés, akkor lehet, hogy eléggé furcsán vennénk azt, ami most fog következni. Akkor nézzük, térjünk vissza a Talmudhoz. Tehát a 94-es oldal, 94-es lap tetején tartunk. Amár Rava, Sita Alfe Parsa Have Alma. Rava a következőt mondta, a világ 6000 parászból áll. Párszából áll. Szumhadere kia alfe pársze. Laci, nem tudsz szólni nekik, hogy ne most mossanak? Mert ebben nagyon behallatszik szerintem. Tudsz szólni neki a válni? Nem tudom, hol mosnak. Valamit nagyon mosnak. Vagy lehet, hogy csak itt van az ajtó. Szóval... Mit mond Rave? Azt mondja, tegnap már beszéltük rá, ez a föld. Azt mondja, itt jár a nap. Naposka. Mennyi ez a távolság, amíg bejárja a föld, a nap teljesen a földet? Azt mondta, 6000 pársza. Ki emlékszik, mennyi 6000 pársza? Az... Egy pársza az 4 mil, akkor az 24 ezer mil, nagyjából 24 ezer kilométer. Tehát ez a távolság az 24 ezer kilométer. Most itt az, én most egyszerűen fogom magyarázni, de még nem megyünk bele a spirituális magyarázatokba, de úgy is lehet, ez nyilván ez arról szól, hogy ez és ez között a távolság 24 ezer kilométer. És nem, ami 6000 párszak. És ebből a 6000, emellett a 6000 mellett van még 1000 itt, és 1000 itt. Ugye? A tegnapi magyarázatunk az ezt megerősíti, mert ott is azt mondtuk, hogy van, hogy az ember mennyit megy, azt mondtuk 40-et. És 5-5 van az elején és a végén, akkor ami az elején van, az egy hatoda annak, ami középen van. Ugye az 5, az egy hatoda a 30-nak. Ugye a napnak a
a menete, a horizont, tulajdonképpen erről van, nem a horizont. Amit a nap bejár. Most ugye, a Rambám, csak kicsit előre szaladok, a Rambám, a Maimonides ebből azt mondja, hogy a Földnek a kerülete, nem kerülete, vagy minek a, az egyenlítő, az mi? Földnek a kerülete? Az 6000 pársza. Ja, mai természettudomány szerint, az ha jól emlékszem, 42.000 kilométer. Csak azért érdekes, mert körülbelül a fele az, amit itt mondsz. Tehát úgy is lehet érteni, hogy az egyik fele a Földnek. Ugye a nap bejárja, a nap mindig ez egyik felét, az egyik felét világítja meg a Földnek, és az arról beszéltek. Ez csak az én magyarázatom. De a Rambam úgy tűnik, hogy azt mondja, hogy az egész kerület 24.000. Tehát 6000 pársza. Oké. Szóval, honnan, tehát akkor még egyszer. Amara a Sisza Alfe Pársa Have Alma, a világ az 6000 pársza, ve Sumchadere Kia Alfe Pársa, és a, bocsánat, nem teljesen jól mondtam, a égboltnak a vastagsága az még 1000 pársza. Úgy kell, ha most egyszerűen olvassuk, akkor ez mit jelent? Valahogy úgy gondolták, hogy a nap, amivel mindjárt látni fogjuk, a nap, amikor fölkel, akkor először átjön a égbolt vastagságán. Tekintsünk el mindentől, amit tudunk a csillagászatról, a jelenlegi tudásunkban. Tehát... úgy képzeltek el, hogy van egy burok a Föld fölött, ami egy olyan, mint egy burok, ami körbe... Képzeljük el, hogy lapos a Föld, és van fölötte egy ilyen félgömb. És ennek a félgömbnek van egy vastagsága. Mikor jelenik meg a nap? Mikor van napkelte? Amikor áttört a nap ennek a gömbnek a vastagságán. Oké? Mint ha lenne itt egy lyuk, ahol át lehet törni. Majd látni fogjuk, hogy hogy gondolták, hogy áttörik itt a nap, és megy körbe, mikor idején, akkor megint áttörik. Ez az áttörés itt, a pirkadat és a napfelkelte között eltelt idő, és ez az áttörés itt, az a szürkület és a csillagok feljövetele közötti idő. Mi történik éjszaka? Éjszaka a nap itt visszamegy. Oké? Okay? És visszasétál. És aztán újra előkerül, és újra. És erre azt mondta, ez mekkora a távolsága, mekkora a vastagsága ennek a félgömbnek, amin át kell a nap? 1000 pársza. Miért? Mert látjuk, hogy mennyi idő telik el arányaiban. Mennyi az aránya a pirkadat és a napfelkelte közötti időnek a teljes napút idejéhez képest? 1/6, akkor hogyha ez 6000, akkor ez 1000. Érthető, amit? Oké. Okay. Kámen Málek Adam honnan vette ezt? Háda gmara ve háda szvara. Egyik oldalról ezt megkapta, mint egy hagyományt, a bölcsei, a mestereitől, a másik oldalról pedig ebben van logika is. Mi a logika? Szavar lakik-e hadal, mert ebben vár hánál, mert ebben érkodan, kámen mellak hadal, mert ebben jöjjön ezzel, pár szajz. Mála is a sákár, várnéz a háma. Hamisa milim is kiász a háma, átszészak egy havin. Hamisa milim, nimca, ovja is erre kiá. Echod mi sisa, bejöjjön. Ugye, ahogy mi is mondtuk, honnan vette ezt? Hogy ez 1000, mivel Rabbi Yochanan azt mondta, hogy egy ember mennyit gyalogol a pirkadattól a csillagok följöveteléig. Mit mondtunk? 10 párszát. 10 párszát az 40.000, az 40 mil, ugye? És mennyit gyalogol a pirkadattól a napfelkelteig? 5 milt.
Az, és mennyi gyalogol a szürkülettől a csillagok felénételéig? 5 milt. Akkor vonjuk ki ezt az 5 plusz 5 milt a 40-ből, marad 30. 5 a 30-hoz az mennyi? 1/6. Akkor ugyanezeket az arányokat lehet használni, amikor a Föld teljes távolságáról beszélünk. Ez 6000, akkor ez, és ez az 1/6 a 6000-nek. Tehát itt is 1000, és itt is 1000. Oké? Okay? Nimca, obja is erre, kiá, elhagyom is isebe jön. Akkor mi jön ki belőle, hogy a vastagsága a égboltnak az 1/6 annak, mint amennyi a Föld távolsága. Oké, ahogy eddig is mondtuk. Mészvék, ezekkel az arányokkal nem ért egyet a következő magyarázat. De mi Huda, mert obja is erre, kiá, elhagyom is isebe jön. De Júda szerint a nem 1/6 az arány, ennek az aránya nem 1/6, tehát a szürkület és a csillagok közötti időszak, és a pirkadat és a napfelkelte közötti időszaknak az, a viszonylagos aránya a nappalhoz, az nem 1/6, hanem 1/10. Miért? Kámi málakadam bénin bén jajm, eszel pár szajsz. Umállak a sáhára, de nincs a háma árba minim. És ki az a háma, cészik a háma árba minim, nincs a émi, és ennek ki áll, elhagyvás szorába jön. Szerinte ez 10. 10 mil. Itt van még 4 mil. És itt van még 4 mil. Ez most lehet, ez 10 párszak. 10 párszak az 40. Szerinte a 40 párszak, amit mondtunk, az nem a pirkadattól a csillagokig van, hanem a napkeltétől a szürkületig, és itt van még 4, és itt van még 4, valamiért nem 5, azt majd mindjárt látjuk, hogy miért nem 5, akkor mennyi az aránya ennek ehhez? Nem 1/6, hanem 1/10. Ti ufta, de Ravá? Azt mondja, tényleg ez egy jó kérdés, akkor Ravával szemben megy ez a kérdés. Ti ufta, tényleg egy jó kérdés. Léma te háve, ti ufta, de Rabbi Yochanan. Oké, de akkor ez nem... Ez nem. Ugye, Rava mit mondott? Rava mondta azt, hogy ez 6000, ez még 1000, és ez még 1000, amikor a Föld teljes hosszáról beszélünk. Mire alapozta ezt? Rabbi Yochananra. Rabbi Yochanan azt mondta, hogy 40 az embernek a menete, abból leveszünk 5-öt az elején, 5-öt a végén, az 30. 5 a 30 az 1 a 6-hoz. Oké? Okay? Most mit mondtunk, nem? Mert van egy olyan, fönnmaradt egy olyan tanítás, ami szerint 40 az, nap, az a napkeltétől napnyugtáig van, és van még 4 pirkadattól napkeltéig, és még 4 szürkülettől csillagokig. Oké? Okay? De akkor ez szembe megy azzal is, amit Rabbi Yochanan mondott. Ugye, mert Rabbi Yochanan azt mondta, hogy 40, amiből lejön 5 az elején, 5 a végén. Így meg úgy jön ki, hogy 40, amihez hozzájön még 4 az elején, 4 a végén. Követhető még? Oké. Okay. Azt mondja erre, Talmud, Léma, te hávét, jufftad, Rabbi Yochanan. Amer lecha, anna bibi mama hu de amri, vera banan hu de ka tau, de ka has hu, de kadmu, de ka hasban, de kadmu, ve ha suicha. Azt mondja, Rabbi Yochanan, nem. Én jól mondtam. Én azt mondtam, hogy 40. És a 40-et hogy értettem? Pirkadattól, bocsánat, a napkeltétől a szürkületig. És ők, Ula és Rava értették fel, és hitték azt, hogy ez pirkadattól csillagokig van. Léma te hávéltő üftedre, Pchanina, a követtek még? Oké, okay, erre azt kérdezi a Talmud, oké, okay, de akkor lehet, hogy ez szembe megy azzal is, amit Rabbi Hanina mondott, mert azt, ezeket az arányokat, emlékezzetek vissza, hogy mit mondtunk, hogy mennyi idő telik el a pirkadattól a napkeltéig? 5. Ezt mondtuk tegnap. És ezt részben alapoztuk arra, amit Rabbi Yochanan mondott a 40-nel, meg az, hogy leveszek belőle, hozzáteszek belőle, stb. Volt egy másik tórai forrásunk is, amit Rabbi Hanina mondott. Valaki emlékszik?
Volt egy tórai történet, amiből bizonyítottuk, hogy, az, hogy, hogy a nap, hogy a pirkadattól a napkeltéig 5 mil telik el. 5 mil gyalogtávolság van. Emlékeztek? Senki nem emlékszik? Esetleg a Facebookosok között? Valaki emlékszik, drága barátaim? Mi volt az, amit mondtunk? Hogy? Lót, ez az. Nagyon jó. Helyes. Lót. Lót ugye, aki elindult Szodomából, és megérkezett Szoárba, és mit mondott Rabbi Hanina, hogy Szodoma és Szoár között van 5 mil. De most, hogyha kiderül az, akkor mégse, az nem stimmel, mert most meg azt mondjuk, hogy a pirkadat és a napkelte között 4 mil van. És a két település között meg 5 mil volt. És ő azt tette meg pirkadat és napnyugta között. Értitek a problémát? Erre azt mondja a Talmud, igen, de ja, it's a shiny. Ott más volt a helyzet, mert ott sürgették. Az angyalok sürgették, azt kapta magát, és gyorsan ment. És amit átlagban egy ember, amennyi idő alatt egy ember megtesz, 4 milt, ő megtett 5 milt. Oké? Okay? Akkor ezt is megválaszoltuk. Most még mindig ott tartunk, hogy 6000 pár, vagy ez volt Rava mondása, hogy a Föld teljes hossza az 6000 pársza. Tasmá! Ezzel szemben fogunk felhozni mindenféle tanításokat, hogy ezt próbáljuk megcáfolni. Mitzrájmi árbemóis párszal árbemóis párca. Egyiptomnak mennyi a mérete? 400 párszától 400 pársz. 400 párszaszor 400 pársza. Ez mennyi lenne? Négyzet pársza. De várjál, de először kezdjük ott, hogy az kilométerben az 1600 kilométerszer 1600 kilométer. Elég nagy ország. lenne, ugye? Mert egy pársza az 4 kilométer. Mennyi? 2,5 millió négyzet kilométer. Helyes. 2,560,000 négyzet kilométer. Várjátok, ez még semmi. Várjál. Mitzrayim echod mi shishim bekus. Kus. Az Etiópia. Etiópia mérete pedig 60-szor ennyi. Bekus. Echod mi shishim bajlam. És Etiópia pedig, és a világ pedig 60-szor akkora, mint Etiópia. Tehát akkor 60-szor 60, az mennyi? Az 3600 szorosa a világ Egyiptomnak. És Egyiptom mennyi volt? 400, ugye? Akkor nem lehet, ugye? Akkor az nem is tudom kiszáll, akkor 3600-szor 400 pársza, az... Tudom, mit keveredik a terület. 1 millió, de akkor 1 millió négyszerese az... Minimum 1,400,000 pársza hosszú a Föld, ez alapján. Várjátok, mi nem fejeztük be. Most jön a misztika része, eddig is az volt. Echad vissim be, ojlom, echad vissim be gán. És a világ az 1,60 a kertnek, és a kert 1,60 az édennek, ugye az éden kert két része van bontva, és az éden 1,60 nada a gehenomnak, a pokolnak. Nincs a kalajlom, kulajke, kiszűlök, délelege, gehenom. Akkor, ha ezt így nézzük, az egész világ az olyan, mint egy vékony kis fedél a gehenom, a pokol üstjén. Csak a arányokat, hogy lássuk. Tiufta, azt mondta, hogy igen, akkor ez tényleg nem jön ki, hogy 6000 pársza a világ. Most itt állj meg egy percre, mert muszáj valamit mondani ezzel kapcsolatban. Mit jelent ez a diskurzus? Ez mi az, hogy 6000 pársza egy világ, és a égbolt az 1000 pársza, és erre azt mondja, nem, az nem lehet, mert az Egyiptom ilyen nagy, és a Kus olyan nagy, és a világ annak is a nagy szar, és az éden, és a pokol, és a... Nem világos, ez nem... Ugye itt keverednek elve fizikai és spirituális
dimenziók, és hát nagyon furcsa, itt ennek kell, hogy legyen egy metaforikus jelentés ennek a mondásnak. Most a Maharal, amennyire reggel még volt időm megnézni, ez valami olyasmit magyarázat, abból indul ki, hogy azt mondja, ez a hatos szám, ennek van egy misztikus jelentése. Mi a hatos szám? Rögtön ugye beugrik. Miért 6000 pársza a világnak a hossza? Szóval azért, mert a hatos szám az ugye szimbolizálja a teljességet, amit a teremtés hat napja. Ugye? Akkor a világ, azt akarja mondani a Maharal szerint, a Löw rabbi szerint itt a Talmud, hogy a világnak van egy mérete. Mit akar mondani, hogy van egy mérete? A természet az egy véges dolog. Egy olyan véges dolog, ami teljesnek tűnik. Van benne egy teljesség, van benne egy teljes körforgás. Ugye a Talmudban van egy ilyen szép midrás, ami azt mondja, hogy mindennek a világon van párja. Ugye a napoknak is van. Mi is tanultuk azt a Bráhot traktátusban, a napoknak is, vagy a Szombat traktátusban. Minden napnak van egy párja. Melyik napnak nincs párja? A Sábesznek. Szóval miért? Minden napnak van egy párja, az azt szimbolizálja, hogy a természet az egy teljes körforgás. Mindennek van párja. Úgy tűnik, mint egy teljes koherencia, egy teljes, tökéletes rendszer, amiben mindennek megvan a maga, a körforgásban való maga helye. Van egy dolog a világban, ami... Pillanat. Van viszont valami, ami a fizikai és a spirituális határán van. A spirituális dolgoknak nincsen határa. Ugye? Azok végtelenek. Azok nem végesek. A természet véges, a spirituális nem véges. Viszont vannak olyan dolgok, amik a természet, a materiális, és a természet fölötti, a spirituális mesdjéjén vannak. Ezt szimbolizálja a Sábesz, a szombat. Ami egyszerre a fizikai világban van, de kivonjuk magunkat a fizikai világban, és nem alkotunk. Ugyanígy ezt szimbolizálja az égbolt. És miért mondja, hogy 1000? Mert 6000 az a világ, az a fizikai világ, az a hat teremtés hat napja. 1000 az a hetedik nap. Ott is egy a hathoz az arány. Oké? Akkor az égbolt, az, mi az az égbolt? Mit mond a Tóra az égboltról? Ki emlékszik, mit mond a Tóra az égboltról? Hogy Isten elválasztotta a vizeket az égbolt fölötti vizekre és az égbolt alatti vizekre. A kabala szerint, a zsidó misztika szerint az égbolt alatti vizek szimbolizálják a fizikai, materiális világot. A víz, a materiális világ minden elemének az alkotó eleme és éltető eleme. Az égbolt fölötti víz az a spirituális létezés. Az égbolt az elválasztó. Az a dolog, ami elválaszt a fizikai és a spirituális között, és van benne egy kicsi a fizikaiból is, és a spirituálisból is. Mit jelent az a szó, hogy égbolt? Shamaim. És Maim. Tűz és víz. Ezt a két szót, ha összerakjuk, kijön belőle Shamaim. Égbolt. A tűz spirituális, a víz fizikai. Az égbolt az a keveredése annak, ami fizikai és spirituális. És az első mondás az ezt jelenti. 6000 pársza a világ teljes hossza. A világnak van egy kerete. És ez a keret egy teljes koherenciának tűnik. Van az égbolt, ami elválaszt a fizikai teljes kerettől, a spirituális és a spirituálistól. Külön, a végtelentől. Különben, hogyha belegondoltok, ezt most teljesen más perspektívából nézve, a mi szemszögünkből, mert amikor arról beszélünk, hogy véges meg végtelen, mi nem fizikai értelemben értjük a végtelent. Mondjuk az univerzum is végtelen. De mi nem ezt értjük a végtelenet, mert az univerzum az végtelen abban az értelemben, hogy nem jutsz a végére, de nem végtelen abban az értelemben, hogy megfoghatatlan. Mert minden egyes elemét külön meg tudod fogni, le tudod írni, csak az összességét nem. De ha most átváltunk erre a perspektívára, akkor azt is mondhatnánk, hogy van a mi fizikai létezésünk, a mi fizikai világunk. Ugye? Fölkeltem ma reggel, eljöttem az óbodai zsinagógába, megedegeliztem, tanítalak titeket kis talmudra, megyek az irodába, stb. Ez egy mindannyiunknak megvan a maga világa, és az a világ, különben a teljes föld is valahol, de az egy teljes zárt rendszernek tűnik. Egy olyan teljes zárt rendszernek, mint a természet, amiben úgy tűnik, hogy az egész elműködik önmagában. Nincs az az érzésed, hogy van valami megfoghatatlan benne.
És ez így van a teljes földbolygón. Amikor kilépünk a földbolygóból, és fölmegyünk az űrbe, a világegyetembe, egyszer csak megüt bennünket a megfoghatatlanság érzése. Az univerzum az egy megfoghatatlan, azt az érzést adja nekünk, hogy mi mennyire kicsik vagyunk. A létezésünk az mennyire a maga teljesség érzésében valójában mennyire kevés. Valójában mennyire semmi a teljes univerzumhoz képest. Mi az, ami ezt az érzést ne, mi az, ami eléri azt, hogy ezt az érzést ne érezzük minden nap, minden pillanatban? Csak nagyon ugye, ritka pillanatok vannak, hogy fölnézünk az égboltra, és azt mondjuk, te jó ég, ezek a csillagok, hát olyan távolságra vannak, hogy a mi létezünk annyira minim, annyira felfoghatatlanul kicsi a teljes létezéshez képest. Ilyen pillanatok ritkán vannak az életben. De miért vannak ritkán? Mert van valami, ami elválaszt bennünket ettől a megfoghatatlan univerzumtól. Hogy ne érezzük azt a megfoghatatlanságot nap, mint nap. Mi az? Az az égbolt. Az égbolt az elválasztó a fizikai lét és a megfoghatatlan spirituális lét között. És ez, ugyanez, a Shabbos egy egészen más kontextusban, ami egyszerre fizikai, a fizikai létben vagyunk benne, de nem alkotunk, nem veszünk részt a saját életünk természetes körforgásában, hanem egy spirituálisabb állapotban vagyunk, de nem azért nem olyan spirituális állapotban, ami teljesen leválaszt bennünket, vagy ami teljesen el van rugaszkodva a fizikai léttől. Tehát a szombat az olyan, mint az égbolt. Oké? Okay? Most mit jelent az, hogy ez az világ, az egy, a hatvanada, vagy a Egyiptom egy hatvanada, Etiópiának Etiópa egy hatvanada, a világnak a világ egy hatvanada, a mennynek az egy, menny az egy hatvanada, az Édennek az Éden az egy hatvanada, a pokolnak, és mit tudom. Most, ha jól értettem, amit már elmondott, az az, hogy azt akarja ezzel mondani a Talmud, hogy azok a dolgok is, amik végtelennek, amik végtelennek tűnnek, azok is végesek. Ugye a végtelenségnek a fogalma az valójában a spirituálisra sem igaz. És ezért az Éden és a pokol és a többi, ezek hatalmasak, de ezek is igazából egy más dologhoz képest miniatűrek. Szóval azt a viszonylagosságot akarja kifejezni. Egyiptom hatalmasnak tűnik, de valójában Egyiptom sem olyan hatalmas, egy valami más dologhoz képest. És így fokozza mindezt. Aztán, hogy ez miért van a Gehenom? Miért van a... Eddig értető? Vagy kicsit elszaladtam, mert nem tudom, hogy... Tehát, hogy mindig az, hogy valami megfoghatatlan, meg végtelen, az valójában egy szubjektív dolog. Mert egy másik dologhoz képest, az, ami nagyon nagy, az egy másik dologhoz képest kicsi. A végtelent biztos nem lehet megfogalmazni. De azt akarja ezzel mondani, hogy a spirituális is igazából véges. A spirituálisnak is van vége. Igaz. A spirituális hanem még a spirituális is, még a spirituális is véges. A kérdés az az, mondom, egy ilyen mondáson nagyon sokat lehetne időzni, hogy mi a mély filozófiai magyarázat, de itt azzal foglalkozik a Maharál, hogy az utolsó dolog, amit mond, az mi? A pokol. Nagyon furcsa. Azt mondja, Egyiptom, Etiópia, a világ, a kert, az Éden és a pokol. Azt gondoltam, hogy az Éden az hatalmasabb, vagy közelebb van, inkább adja a végtelenség érzését, mint a pokol. Miért a pokol van? Ráadásul a pokolnál, mert mit olvastunk, hogy a pokolnak időben is vége van, tehát az ember 11 hónapig van maximum a pokolban. Tehát miért éppen a pokol az, ami a legvégtelenebb? És van egy nagyon szép magyarázat itt a Maharálban, és hogy mi adja a végtelenség érzését? Ebben az egész szubjektív masszában mi az, amitől te úgy érzed, hogy valami végtelen hozzád képest? Ha minden szubjektív, ha abban, mindabban, amit mi akár fizikai, akár spirituális, meg tudunk ismerni.
minden szubjektív, és szubjektív az, hogy valami véges vagy végtelen, akkor mi az oka annak, hogy úgy érzed, hogy valami végtelen? A hiány. Minél inkább érzed a saját hiányodat, a saját semmire valóságodat, a saját jelentéktelenségedet valamihez képest, annál inkább fog az a valami végtelennek tűnni. Persze kiderül, hogy az a valami is valami máshoz képest nem végtelen. De ha a te szubjektív perspektívádat nézzük, akkor minél inkább te, tehát igazából rajtad múlik, hogy mit érzel végtelennek, mert azon múlik, hogy te hol van a hiány. Tehát, hogy mikor érzed magad semminek. Értitek? Ez nem egy objektív kérdés, hanem egy szubjektív kérdés. És a szubjektív kérdés azon múlik, hogy te mennyire vagy, mennyire érzed nullának saját magadat. Oké. Okay. Most ezért az utolsó a pokol? Mert miről szól a pokol? A pokol arról szól, hogy az ember egy olyan mentális állapotba kerül, amikor fölismeri, hogy mennyire semmi valami magasztosabbhoz képest. Ugye a legpokolibb érzés is különben ez most a mi fizikai életünkben. Az a szégyenérzet, vagy az a amikor az ember úgy érzi, hogy egy nulla. Most a pokolban permanensen ez az érzés. És ezért a pokol tűnik a leghatalmasabbnak. Oké. Okay. Igen, a vágyakozás egy jó szó erre, Larissa. Oké, okay, folytassuk. Csak azért tettem ezt a kitérőt, nyilván egy-egy ilyen visszatérve már rálnak az eredeti gondolatához, hogy ezek a mondások, ezek nagyon mély filozófiai magyarázatok, de a bölcsek egy egyszerű nyelven fogalmazták meg, pontosan azért, mert nem lehet ezeket teljesen kibontani, mert mindig lehet rá még egy réteget magyarázni. Oké. Okay. Tasmád, tanít velli jó, nebbi nasza, nebbi kalai isúf, kulai, táhász, kalai, ha vechod. Továbbra is ezzel foglalkozunk, hogy akkor ez a 6000 pársza, ez igaz vagy sem. A következőt mondta Rabbi Nátán. Az egész világ, kalai isúf, kulai, táhász, kalai, ha vechod, jöjsef. Az egész világ az egy csillag alatt nyugszik. Teidá, sehárré, azt akarta kifejezni ezzel, hogy a csillag, hogy a mi világunk, a mi létezésünk, az egész univerzumból nagyjából annyi, mint egy csillag. És egy csillag alatt vagyunk mi mindannyian. Miért? Szóval nagyon egyszer, nézd meg! Adam nősz, én ebben könyve elhagyva, hogy lehet, hogy mizrach, hogy mit kell negdaj. Árbaruch, hogy szajlom, hogy mit kell negdaj. Miklál? Akkor is jövkul, hogy tahasz, hogy lehet, hogy is jöv. Az ember, bár fölnézek az égre, látok egy csillagot, és ott van a fejem fölött. Bármennyit megyek, továbbra is ott van a fejem fölött. Mit látunk ebből? Hogy az egész eltakarja az én világomat, mert különben nem lehetne, hogy bárhova megyek, mindig a fejem fölött van. Akkor ebből is mi látunk, hogy a világ sokkal több, mint 6000 pársza, mert egy csillaga sokkal több, mint 6000 pársza. Oké. Okay. Ti jufta, azt mondja, Talmud, tényleg ez egy jó kérdés. Tasmá, most jön meg még egy kis asztrológia. Egla be cafany, ve akrav be darim. Az ökör, van egy ilyen magyarul, így fordítjuk? Ökör, van ilyen csillagkép, vagy ökör? Bika. Bika. Köszönöm. És itt különben, ez attól függ, hogy pontozzák a szöveget, ez vagy bika, akkor egla, vagy agolo, akkor szekér. Ugye van egy olyan, hogy szekér? Olyan csillagkép, hogy szekér? Göncölszekér, igen. A kettő közül valamelyik, és a másik pedig a skorpió. Olyan is van, ugye? Magyarul így mondják. Akkor az ökör, az van északon, az égbolt északi féltekén, így van? És a skorpió van a déli féltekén. És az egész világ a kettő között helyezkedik el. Most egyszer nézzük azt, hogy ha a világ lapos, és van fölötte két ponton a két csillagkép, akkor a kettő között vagyunk, nem is kell tovább menni. Kalai isuf kulaj, én nagy tejfesz, én nagy hajve, el a sa áhászbe jaj. És én háma nikneszet el isuf, el a sa áhászbe jaj. Téna, bachsev, chames, háma mi mizrach, ve seva, háma be májra, ve hátszi ses, ve hátszi seva, háma imenez bre is kol adam. A Talmud azt mondja, igen, és azt is tud meg, hogy az egész világ, ugye most ilyen mondások vannak, hogy egy csillag alatt vagyunk,
hogy két csillagkép között vagyunk, illetve, hogy a napnak egy órányi menete alatt vagyunk. Miért? Mert amikor dél van, nagyjából 12:30-tól 12:30-ig, mindenkinek a feje fölött ott van a nap. Ami azt jelenti, bárhol vagy, a fejed fölött van a nap. Oké, ezeknek is nyilván van valamilyen elvont, az előzőkhöz hasonló spirituális magyarázata. Tasmá! De amár a bjeichlem, ez zákáim már csúvei, sáftai, bászkaj, le oiszai, lassabb, sas, amár eloába, mafszé, av, a damele eljön. De a bjeichlem, ben zákáim most áttér azért is, hogy megint a távolságokra, meg a nagyságra, meg a hatalmasságról beszélünk, akkor rátér arra a mondására Nebuchadnezzar babiloniai királynak, aki amikor elpusztította Jeruzsálemet, akkor Ézsaiás könyvében olvassuk, a következőt mondta: Ella alba massei av, föl fogok szállni a felhők magasságába, a damele eljön, és a magasztoshoz fogok hasonlítatni. Annyira teli volt magával, annyira el volt telve magával, hogy milyen hatalmas, azt mondta, Istenhez hasonló leszek, fölszállok az égbe, és a felhők fölött leszek, olyan leszek, mint Isten. Erre azt mondta Isten, ez van írva Ézsaiás könyvében. Jatsz a bászkölve amralaj, erre megszólalt egy égi hang, és azt mondta, Rasa ben Rasa, te gonosz, gonosznak a fia, benben a isen Nimrod a Rasa, a gonosz Nimrod unokája, se Imrid ez kalajlom kulajja lájbe már huszik, aki ellenem izgatta az egész világot. A hagyomány szerint Nimrod volt az, aki elterjesztette, azt hiszem ezért van szó erről, Nimrod volt, aki elterjesztette a bálványimádást. És Ábrahámot is, ugye ő akarta megölni. Tehát te, Nebuchadnezzar, aki mindezel, aki egy gonosz vagy, gonosznak a fia, gonosznak az unokája. Sivim sana, de imbig vura is majnim sana, és mennyit élsz? 70 évet? 80 évet? És nem már mély is nagy szemben, sivim sana, vura is majnim sana, hogy a Zsoltárokban írva van, az ember él 70 évet, hogyha jó erőben van él, akkor él 80 évet. Mindenre kiáldanak ki a Málechamés Mésana, és nem érted meg, hogy az földtől az égboltig az önmagában 500 évnyi gyalogidő. 500 évet kéne gyalogolnod, hogy elérj az égboltig. Vajjössene ki a Málechamés Mésana, és az égboltnak a vastagsága az még 500 év. Ubénkorre kiávere kiá, és minden égbolt között a 7 égboltból megint 500 év. Te akarsz olyan lenni, mint az Isten? Áhelsel turád agyek szép bajr, ezért leküldelek téged a pokolba a szakadék fenekére. Ez volt Ézsaiás mondatának a vége. Magyarul Ézsaiás idézi, hogy Nebuchadnezzar azt mondta, hogy ő föl fog szállni, és olyan lesz, mint Isten, mert Isten azt mondta, te akarsz lenni, mint Isten? Olyan nagynak gondolod magad? Te ki senki? 70 évet élsz? 80 évet élsz? Csak hogy elérjél az égboltig, az ellenne 500 év. Akkor ki vagy te, hogy te ilyen nagynak gondolod? Leküldenek a pokolba. Mindenesetre mit látunk ebből, hogy a föld sokkal nagyobb, mint 6000 pársza. Hiszen csak az égboltig 500 év gyalogidő lenne, és az égbolt vastagsága az is 500 év. Akkor sokkal több, mint 1000 pársza. Különben... Oké. Itt azt mondta, azt említette, hogy van 7 égbolt. És a 7 égbolt között is 500 év. Ugye ezt mondta? De itt kicsit keveredik a... Lehet ezt értelmezni a sima ókori asztrológia alapján, és lehet ennek is spirituális értelmet. Tehát nyilván a Maharal, a Löw rabbi tanítás alapján mi a spirituális magyarázat hívei vagyunk. De az egyszerű magyarázat az az, hogy úgy gondolták valahogy, hogy mit láttak? Azt látták, hogy vannak a csillagok, és van a föld középen. És vagy úgy gondolták, hogy a föld az olyan, mint hogyha több burokban lenne benne. És van 7 burok, és a különböző csillagok és bolygók különböző burkokon helyezkednek el. És ezért van az, hogy nem egyszerre mozog az egész, hanem egymáshoz viszonyítva is eltérnek a mozgás irányok és sebességek. Mert ezek a burkok egymásban mozognak. Most mennyi idő, mennyi távolság van a burkok között? Ez az egyszerű magyarázat. A mély magyarázat az az, hogy a fizikai, azt mondtuk, hogy a rekia, a égbolt az egy elválasztó a spirituális és a fizikai között. De tudd meg, hogy nem egy elválasztó van,
nem az van, hogy van fizikai és spirituális, hanem azon a ranglétrán, ami, ami a materiális, fizikai és a spirituális ranglétrája, azon számos lépcső van. És ezek a lépcsők között mindig van egy-egyre kiáll, mindig van egy-egy elválasztó. Magyarul nem arról van szó, hogy van a fizikai világ és a spirituális létezés, a spirituális létezésen belül is vannak szintek. Oké, most jön a következő mondás, azt hiszem ez lesz az utolsó, aztán lehet, hogy meglátjuk, hogy haladunk. Oké, tanulában, Chachmei Yisrael Oimnim Galgal Kavua Mazolais Chayzin, Chachmei Musa Oilem Oimnim Galgal Chayzin Mazolais Kavuin. Oké. Ugye, hogy most a egyszerű csillagászati magyarázatot vegyük. Úgy képzelték el, hogy van a Föld, és a Föld körül van egy gömb. A nap rajta van a gömbön. Ugye? De mi van még a Föld körül? Különböző csillagok, csillagképek. Ugye? Ezeket a csillag, összesen van 12 csillagkép. A teljes égboltot 12 csillagkép teszi ki. Mit láttak? Láttak, hogy az egész mozog. De ugye azt nem tudták, hogy mi mozgat mit. Azon volt a vita, hogy mi mozgat mit. A csillag mozgatja a gömböt, vagy a gömb mozgatja a csillagokat. Mi a hajtóerő? Hogy gondolták, hogy van ez a gömb, és a gömbön van a csillag. Akkor, és mozog az egész a Földhöz képest, akkor a hajtóerő a gömb, és ez mozgatja a csillagot. Vagy a hajtóerő a csillag, és ez mozgatja a gömböt. Szóval, amit most mondok, ez már a Maharal magyarázata szerint, mert van egy másik magyarázat, ami az volt a kérdés, hogy... Oké, nem szaladunk előre. Oké, tehát ez a kérdés. Erre azt mondja Brájta, a zsidó bölcsek úgy tartják, hogy a gömb fix, és a csillagok mozognak. A népek bölcsei úgy tartják, hogy a gömb mozog, és a csillagok, fixek. Oké? Most a már rá szerint az azt jelenti, hogy mi a hajtóerő. Mindenki szerint mozog az egész. Mi a hajtóerő? A csillagok a mozgó hajtóerő, vagy a gömb a hajtóerő? Különben, ha akarunk ennek egy kicsit ilyen modern természettudományi, még a modern előtt. A Maharal előtti magyarázók ezt úgy értik, hogy teljesen másról van szó. Szerintük arról van szó, hogy nem is értem, hogy értik összetett szóval. Tehát valahogy valami olyasmi, hogy a nap az önmagában mozog, vagy a napot a csillagok mozgatják. Nem tudom. Tehát ez... Nem értem pontosan, hogy értették ezt például a Rási hogy érti. Mindenesetre a Maharal azt mondja, hogy az a kérdés, hogy látjuk, hogy mozog az egész. Mi mozgat mit? A csillagok mozgatják a gömböt, vagy a gömb mozgatja a csillagokat? Itt különben azon gondolkoztam ma reggel, hogy ennek lehet egy szép, a mai természettudomány alapján egy szép magyarázatot adni. Látjuk, hogy mozog az univerzum. Van valamilyen anyag, ami mozgatja az univerzumot, ami tágítja mondjuk az univerzumot, és emiatt távolodnak egymástól a csillagok, és mozog az egész rendszer. Vagy maguk a csillagok azok, amik mozognak, ugye, ha jól értem, akkor a jelenlegi természettudomány így gondolja, hogy a csillagok azok, amik valamilyen erőtnél fogva mozognak. És ennek lehet megint egy mély magyarázatot adni, hogy a gömb az kifejezi a természet állandóságát, a csillagok kifejezi a változást, a természet meghaladót, és hogy mi mozgat mit, hogy a természetet meghaladó, vagyis a csillagok mozgatják a gömböt, vagy a gömb mozgatja a csillagot, mert itt is lehet mindenféle magyarázatot adni. Amár ebbi csúvaléti vrejembe öjlemlőj, mert színó eglóbe, darémbe, ákróbe, cafany. Azt mondta Rebi, én úgy gondolom, hogy a mi véleményünk helyesebb, mert soha nem látjuk azt, hogy a csillagok képek helyen változna. És ezért, nem értem, pontosan ezért nekünk van igazunk, hogy a csillagok mozgatják a gömböt, és nem a gömb a csillagokat, mert ha a gömb mozgatná a csillagokat, megint csak a már rá magyarázata szerint, akkor nem lenne logikus,
Ugye mindig mit látunk? Mondja Rebi, hogy a mozgása a csillagoknak és az univerzumnak az kelet-nyugati irányú. De nem látjuk, hogy észak-déli irányú lenne. Hogyha egy gömb mozogna, akkor nem lenne logikus, hogy ez a gömb ez mindig két dimenzióban mozog. Hogy kelet-nyugati irányba mozog. Akkor logikus lenne, hogy ez a gömb így is mozog. Előre is, vissza is, hátra is. De nem látjuk, csak azt látjuk, hogy a mozgás az kelet-nyugati irányú. És nem látjuk, hogy mondjuk egy déli csillag északon lenne, vagy egy északi csillag délen lenne. Erre azt mondta neki a Váha Bar Jákob, de Dilma kebú cina de rechia, in námike cinaire de dása. Azt mondja, nem, mert nincs igazad. Lehet, hogy a gömb az, ami mozog, de a gömb azért nem mozog minden irányba, mert ez a gömb rajta van amikor van egy rúd, és arra van rátéve a gömb. Hogy az ajtó mozog? Egy zsanérra, vagy egy... Igen. A gömb rá van téve egy zsanérra, és a körül mozog, és ezért csak egy irányba tud mozogni, és nem tud minden irányba mozogni. Ugyanúgy, mint a malomkerék rajta van a valamin, ami mozgatja, és csak egy irányba tudja mozogni. Hogy mondják, mi van rajta egy kerék? Mi az, ami rajta van a kerék? Azt, hogy mondják. Az autónak a kereke, mi van rajta? Tengely. Köszönöm szépen. Bocsánat. Szóval, hogy azt mondom, rajta van ez egy tengelyen, és az a tengely adja meg az irányt, az mindig egy irány legyen. Hiába egy göm, a göm mozog, de mégis a tengely körül mozog, és ezért egy irányba, két dimenzióba mozog. Ugyanúgy, mint ahogy egy malomnál, és ugyanúgy, mint ahogy egy szekérnek a kerekénél. Oké. Okay. Akkor az utolsó mondás, amit most félbe fogjuk szakítani, és este folytatjuk. Hachmei szalaimnim. Bejoim cháma mehá lehesz le máta minerekia, ube lájle le májle minerekia. Az zsidó bölcsek a következőt mondják. Nappal a nap az a égbolt alatt megy, és éjszaka az égbolt felett. A nem zsidó bölcsek azt mondják, nappal az égbolt, a nap az égbolt felett megy. Még egyszer. Háma mellekesz le, bejajm, háma mellekesz le, máta menerekia, belájna le, máta menerekia. A zsidó bölcsek azt mondják, hogy a nap, nappal az égbolt alatt megy. Éjszaka az égbolt felett megy. A nem zsidó bölcsek azt mondják, hogy háma umajszó én lemajm ném, bejajm, háma mellekesz le, máta menerekia. Nappal az égbolt alatt megy a nap, és éjszaka is az égbolt alatt megy a nap. Most egyszerűen úgy kell elképzelni, hogy a zsidó bölcsek azt mondták, hogy nappal ugye áttör itt a nap az égbolt vastagságán, és itt megy, éjszaka visszamegy, és itt megy, és ezért jelenik meg itt megint. A nem zsidó bölcsek azt mondták, hogy nappal itt megy, és így jut vissza. Oké, okay. Itt fogjuk abba hagyni a mait, és este folytatjuk. Még lesz egy körülbelül fél óra. Addig is. Kellemes gondolkodást kívánok mindenkinek a mai tanultakhoz. Este folytatjuk. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok mindenkinek. Szóval, ma este folytatjuk a csillagászati tanulmányokat, és a Pszachim traktátus Daf Tzadik Daled 94-es lapján tartunk. Igyekeztem utána nézni egy kicsit jobban, hogy ezeknek a nagyon nehezen érthető és elvont absztrakt témáknak van-e valamilyen érthető magyarázata. Megkérdeztem a Baruchot, Oberlander rabbit, hogy tud-e valamit ajánlani. Azt mondta, hogy ő eleve kivonta magát a csillagászati kérdésekből, és nem szeretne úgy csinálni, mint ha érteni, de átküldött nekem 4 oldalnyi magyarázatot, úgyhogy ebből készültem. Nem mondom, hogy teljesen minden világos, de egy-két dolgokra azért érdekesen fényderített. Ez a Eisenberg rabbi nevű úr, aki összeállította ezt a kis
magyarázatot, az biztos, az egészen biztosan kiderül belőle, hogy nálam lényegesen jobban ért a csillagászathoz. Most az ő magyarázataival is egybekötve meg fogjuk próbálni elmagyarázni, hogy mi van ide írva. Úgyhogy akkor szerintem lássunk is neki. 94-es lap B oldalának a közepén tartunk. Tanorában itt a következő részben két nagy vita is lesz. A zsidó bölcsek és a pogány bölcsek között. Mind a két vita egy-egy csillagászati kérdésről szól, hogyan működik az asztrológia. És ennek a csillagászati kérdésnek fogjuk próbálni megadni az érthető és kevésbé érthető magyarázatát. Tehát nézzük akkor az első vitát. Tanulában a Chachmai Szalai, mint Gálgal Kavua, Uma Zalais Chajzrim. Chachmai Umsa Ailamai, mint Gálgal Chajzer, Uma Zalais Kvuim. Oké. Ugye reggel már beszéltünk róla, hogy van ugye 12 csillagkép. Ez a 12 csillagkép, ez különböző helyeken helyezkedik el az égbolton, és az a különlegesség ennek a 12 csillagképnek attól tér el az összes többi csillagtól, hogy ez a 12 csillagkép azon a pályán rajzolható föl, amely pályán a nap halad. Ha jól értem, a nap haladásának a pályája itt nem azt a pályát jelenti, ami tehát nem azt a pályát jelenti, ami a nem csak azt a pályát jelenti, ami a kelet-nyugati pályája a napnak, ami ugye minden nap megismétlődik, hanem azt a pályát jelenti inkább, ami a dél-északi pályája a napnak, ugye, amiben eltér a nap pozíciója télen és nyáron. Ugye, ami, annak függvényében, hogy milyen szögben, hogy az égbolt déli, vagy az égbolt északi felén látjuk a napot. Ugye, és ez azt is befolyásolja, hogy a nap milyen közelségben van hozzánk. Ugye, akkor valahogy úgy még egyszer mondom, hogy a csillagászathoz nem értek, ezt az Eisenberg rabbi magyarázataiból vontam le ezeket a következtetéseket, de valahogy úgy, és ezért ha valaki jobban, vagy úgy érzi, hogy jobban ért ehhez, akkor kérem, hogy szóljon is hozzá itt a kommentárokba. De valahogy úgy kell elképzelni ezeket a csillagképeket, mint hogyha ha a Föld perspektívájából nézzük, mint hogyha egy kerék lenne, egy ovális kerék, ami a Föld, ha a Föld egy pontosan, a Földre nem pontosan merőleges, hanem egy kicsit eldőlt észak-dél irányába elferdített pályán mozogna. Pályán lenne. Tehát ugye a különböző ezek közül a csillagképek közül bizonyos csillagképek az égbolt északkeleti vagy délkeleti vagy északnyugati vagy délnyugati helyén vannak, és ez egy pálya, és ez az a pálya, amin a nap hozzánk képest mozog, mind a napi mozgásában, mind pedig a téli, az évszakok, a 365 napos mozgásában. Most mi a vita? A vita az, hogy Chachmai Szalaimrim Gálgal Kavua, Uma Zalais Chajzrim. A zsidó bölcsek azt mondják, hogy ez a kerék, ez fix, ez nem mozog, hanem mi mozog rajta? A csillagok. Beleértve a napot is. Chachmai Szalaimrim, a pogány bölcsek azt mondják, Gálgal Chajze, Uma Zalais Kvuim. Ők azt mondják, hogy a csillagok fixek, és a kerék mozog. Ugye, ha jól értem, azt akarták elmagyarázni,
hogy hogyan lehetséges az, hogy a napnak a pozíciója ezen a pályán, azon a pályán, amit tulajdonképpen felrajzol egy kelet-nyugati fekvésű, de észak-déli irányba egy kicsit eltolt pályát ezeknek a csillagképeknek a pályája, és ezen a pályán mozog a nap, de mi az oka annak, hogy ez a nap, ez a mozgás, ez a napnál megvan, a többi csillagnál pedig nincsen így meg. Egyrészt, másrészt mi az oka annak, hogy a napnak a mindennapi mozgása az kelet-nyugati irányú, ez a mozgás pedig, ami az észak-dél irányban tér el, ez valahogy nyugat-kelet irányú. Ugye azt már tudjuk, hogy ugye a mai csillagászat azt azzal magyarázza, hogy egyrészt van egy pályája a Földnek a saját tengelye körül, és ez a pálya, tehát hogyha a Föld megfordul a saját tengelye körül, úgy, hogy mindeközben a Föld nem egy teljesen, a Föld ugyancsak egy kicsit dölt tengelyen van a naphoz képest, és ezért tűnik úgy, mintha a nap egyszer délhez lenne közelebb, egyszer éjszakhoz lenne közelebb. Nem. Ezért ez az éjszakai nappali mozgásnak a tengelye, és van egy tengelye, amikor a Föld megkerüli a napot, az pedig egy 365 napos kör, amiben egy bizonyos ponton a déli félteke van, a pályának egy bizonyos pontján a déli félteke van közelebb a naphoz, a túloldali, a szemközti pontján ennek a tengelynek pedig az északi félteke van közel a naphoz. Most ugye ezt abban az időben nem így magyarázták, és nehezen tudták megmagyarázni, hogy mi lehet az oka annak, hogy egyszerre két irányba is mozog hozzánk képest a nap, és ugyanakkor a csillagok, amelyek egyben leírják azt a pályát, amin a nap mozog, azok viszont nem mozognak ugyanazzal a sebességgel, azoknak a helyváltoztatása hozzánk képest, az nem ugyanazzal a sebességgel, és nem ugyanazzal az irányba mozognak, mint a nap hozzánk képest. Hogyan magyarázták ezt a zsidóbölcsek? A zsidóbölcsek azt mondták, hogy a Galgal Kavua, a csillagoknak a helye az fix, a pályának a helye az, vagy a keréknek a helye az fix, ami, mindjárt magyarázzuk, hogy mit jelent, de a keréknek a helye fix, mi az, ami mozog, a csillagok mozognak. A Eisenberg rabbi nagyon modernül magyarázza ezt, és azt mondja, hogy a rabbik itt arra gondoltak, amit a mai természettudomány mond, hogy nem a csillagok, amikor úgy látjuk, hogy a csillagok mozognak, akkor nem a csillagok mozognak, hanem mi mozgunk, vagy pontosabban, amikor a napnak a mozgását látjuk, akkor nem a nap mozog, hanem mi mozgunk. Ezt ők nem árulták el, mondja Eisenberg rabbi, mert akkor elképzelhetetlen volt ez emészhetetlen lett volna, hogy a Föld egyrészt mozog maga körül, másrészt, hogy a Föld mozog a nap körül, és nem fordítva. Másrészt mindeközben a mazzolois hajzrin, a csillagok viszont mozognak egymáshoz képest. És ez jelenti azt szerinte, hogy Chachmei Yisrael Eimnim Galgal Kavua Umazzolois Chayzin, hogy ez jelenti szerinte az, hogy a pálya az itt a napot jelenti, mert a napnak a pályáráját jelenti a pálya, a Galgal, vagy a kerék. A kerék az fix, Umazzolois Chayzin, és a csillagok, beleértve a Föld, mozognak. Chachmei Yisrael Eimnim a pogány bölcsek azt mondják, hogy Galgal Chayzerum Azolis Kvuim, hogy van egy kerék, a kerékre rá vannak fixálva a csillagok, beleértve a napot is, és ez az egész mozog egy ellipszis pályán, egy kicsit
a tengelyét eltolva észak-dél irányba, ez az egész mozog a Föld körül. Oké? Okay. Ez nagyon modern magyarázat különben, mert a legtöbb magyarázó küszködik az egészen, nem érti, az egész nagyon értetetlen. De ez egy nagyon szép magyarázat. Ő azt mondja, Galgal kavua, az azt jelenti, hogy a nap, a Galgalra úgy szoktunk beszélni, mint a Galgal, az a kerék. A Galgal kavua, a pálya, vagyis a nap, az fix. Umazolais hajzin, a csillagok pedig mozognak. És a csillagokba beleértendő a Föld is. És az eltérő mozgások az ezért vannak. A pogány bölcsek mit mondanak? Hogy van egy gálgál, amire rá vannak fixálva mazolaiskvuim, rá vannak fixálva a különböző csillagok és a nap, és ez az egész forog a Föld körül. Amár Rebi azt mondta, azt mondja, ez nem logikus, amit mondanak a pogány bölcsök. Miért? Bölcsek. Sokkal logikusabb, amit mi mondunk, mint amit a pogány bölcsek mondanak. Miért? Mert a pogány bölcsek szerint, ha igaz lenne, hogy van egy kerék, amire rá van helyezve az összes csillag és a nap, akkor az azt jelenti, hogy nem csak a napnak kellene mozognia kelet-nyugat irányba, illetve észak-dél irányba, itt nem világos nekem, hogy melyikre gondol, hanem az összes csillagnak kellene mozognia. És mi ezt nem látjuk, hogy elmozdulnának a csillagok, azok, amelyek északon voltak korábban, azok délen lennének. Majlöm lajma cina egla bedarem, soha nem láttuk, hogy az ökör csillagkép az nyugat, az délen lenne, és a skorpió az pedig északon lenne. Másképp rá váhoveri ákjövő dilma kebut cina dere chája innámeki cina redadása. Mert azt mondja, nem biztos, hogy igazad van, mert ő azt lehetne erre válaszolni, hogy igaz az, hogy galgal kavua bemazolais chajzrim, nem, hogy galgal hogy mazolais kvuim ve galgal chajzer, hogy van egy kerék, amire rá vannak fixálva a csillagok és a nap, de ez nem azt jelenti, hogy egy kerék van, két magyarázat is van, hogy ez mit jelent, amit itt mond, nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy kerék van, amire az összes van rá van fixálva, akár több kerék van, és van egy ilyen kerék, és van egy ilyen kerék, és ezek egyszerre mozognak, de más-más csillagok és más-más, és a nap más-más kerékre van rá fixálva, és más irányba is mozognak, ugyanúgy, mint amikor van egy tengely, amire mondjuk ráraksz egy malomkövet, meg még egy malomkövet, akkor az, hogy éppen melyik mozog, a tengely mozog, vagy a kő mozog, vagy egyszerre két kő mozog, csak más-már irányba, azt már nehéz megállapítani, de egyszerre több irányba történhet mozgás. Oké, ez volt az első vita közöttük. Második vita, Chachmei Yisrael HaImnim, ez volt a furcsább vita, és itt hagytuk abba ma reggel. Chachmei Yisrael HaImnim, Bejoim, Chamamal lehesz le máta minerekia, Ubelail le májla minerekia. Chachmei Yisrael HaImnim, Bejoim lehesz le máta minerekia, Ubelail le máta minakarka. Ez egyszerű magyarázat, ez mi? Hogy a zsidó bölcsek azt mondták, hogy megy a nap, ahogy ezt lerajzoltuk reggel, nappal a nap megy a fejünk fölött az égbolton, aztán éjszaka, hogy kerül vissza megint a keleti pontra, hogy kilép a égboltból, és az égbolt fölött visszamegy. Ez volt az egyszerű magyar. Ugye ezt mondják a zsidó bölcsek. Mit mondanak a pogány bölcsek? Hogy a nap megy az égbolton fölöttünk nappal, és alattunk megy éjszaka. Most itt a Eisenberg rabbi egész más mond, szerintem nem így kell érteni ezt a szöveget, hanem úgy kell érteni a szöveget, hogy a rabbik azt mondták, hogy van egy pályája a napnak.
Ezt a pályát úgy hívjuk, hogy lemáta mindenre ki az égbolt alatt. Ha ez a pálya, ez folytatódik éjszaka, és ugyanolyan távolságra van a föld golyó alattunk lévő pontjától a nap az ő nappalukon, tehát a mi éjszakánkon, mint amilyen távolságra van a nap tőlünk nappal. Magyarul a pálya az egy szabályos pálya. A föld mind a két oldalától ugyanolyan távolságra van a nap ezen a pályán. És azért fejezi úgy ki, hogy le máta minarekia, mit jelent az, hogy a nappal az égbolt alatt van, és éjszaka az égbolt fölött. Ha ez ezt jelenti, akkor mindig az égbolt alatt van, mert ugyanazon a pályán van. Erre azt mondja, ezt úgy kell érteni, amikor a mi fölöttünk megy, akkor ezt úgy hívjuk, hogy le máta minarekia, mert hozzánk képest, ha ezt úgy képzeljük, hogy itt állunk, és fölöttünk van az égbolt, és alatta van a nap. Amikor alattunk van, akkor az égbolt hozzánk képest lejjebb van, mint a hozzánk képest lejjebb van, mint a nap, és ezért ha így nézzük a lentet meg a föntet, akkor az égbolthoz képest feljebb van a nap. Nyakataket magyarázat, de szép magyarázat. Mi ehhez képest mit mondtak a pogánybölcsek? A pogánybölcsek ezt szerintem magyarázatban azt mondták, hogy amikor az égbolton fölöttünk megy a nap, akkor az egy bizonyos távolságra van, de amikor éjszaka alattunk megy, akkor az közelebb van a földhöz, mint amikor fölöttünk ment. Magyarul nem a pályának, a kerületnek a közepén vagyunk, ennek a közepétől eltolódunk úgy, hogy kicsit lejjebb vagyunk, és ezért amikor fölöttünk megy, akkor egy bizonyos távolságra megy, de amikor alattunk megy, akkor nem megy egy bizonyos, nem ugyanazon a távolságon megy. Most csak gondolkodom, hogy különben lehet, hogy ez azt jelenti, hogy ez abban az értelemben mindenképp érthető így, hogy ahogy a föld el van, mivel a föld el van dőlve a pályáján, ezért tényleg, amikor nálunk nappal van, akkor nem ugyanolyan távolságra van tőlünk a nap, mint amikor náluk nappal van. Igen? Ezért van az, hogy ha mondjuk nálunk tél van, akkor nálunk rövidebb a nappal, mint náluk. Mert nálunk közelebb van a nap pályája, mint náluk a túloldalon, és ezért náluk hosszabban van a pályáján a nap. Nem én, hogy nem bonyolódtam bele. Oké. Lehet, hogy pont fordítva van. Oké, bármi is legyen, ezt mondták a rabik, és ezt mondták a pogány bölcsek. Mit mondott erre Rebi? Amár Rebi, ve nirim divrejem midvareinu. Sebejaim ma'ajna is cainanin, belájlara is chin. Azt mondja, úgy tűnik első ránézésre, hogy nekik van igazuk. Miért? Mert nappal a föld mélyéből feltörő forrásvizek hidegek, éjszaka viszont melegek. És ez úgy tűnik, mintha azért lenne, mert éjszaka a föld, ha úgy képzeljük el az egészet, mint hogyha egy lapos valami lenne, és a föld alatt van a nap, akkor fölmelegíti a föld alatti vizeket, és ezért azok felforrósodnak éjszaka. Nappal eltávolodik tőlük, mert éppen minket melegít. Itt a kommentárok azt mondják, hogy Rebbi nem véletlen használta azt a kifejezést, hogy úgy tűnik, mintha nekik lenne igazuk. Mert pontosan tudta, hogy ez egy buta érvelés. De az egyszerű embernek abban az időben, amikor minimális csillagászati ismertek sem voltak, ez tűnne logikusnak. De mit mond rá Beinutám a Toszhodban, hogy direkt nem azt mondta Rebbi, hogy nekik van igazuk, azt mondta, úgy tűnik, mintha nekik lenne igazuk. De nem véletlen, hogy nem hagyta jóvá, hogy nekik van igazuk. Oké. Ez volt a második vita,
és csak akartam jelezni, hogy van egy, ugye reggel azzal kezdtük, hogy felolvastuk a Maharál a prágai Löw rabbinak a magyarázatát ehhez, és ugye azt hangsúlyozta, hogy itt ezeket a magyarázatokat nem úgy kell érteni, hogy a rabbik azért jöttek, hogy a természettudományi magyarázatokat megadják. Ezek ők nem a természettudományi magyarázatokat adták, hanem a természetnek a spirituális kiváltóit, a spirituális mozgatóit próbálták magyarázni. És van egy, láttam most azóta egy szép magyarázatot, hogy ami David Luria, aki hol volt rabbi, azt hiszem Litvániában volt rabbi a háború előtt, aki azt írja, nagyon hasonlóan a Löw rabbihoz, hogy ezért mondta Rebbe azt, hogy nirim divreel me divreinu, hogy úgy tűnik, mintha a pogány bölcsök lennek lenne igaz. Azt mondja, ha a természet tudományon belüli magyarázatokat veszük, lehet, hogy úgy tűnik, hogy nekik van igazuk. De valójában nekünk van igazunk, mert mi a spirituális hátterét, a spirituális okait igyekszünk magyarázni ezeknek a jelenségeknek. Oké, akkor még egy pár jelenség. Tánya Rabbi Nosson Oimer, Bimöjsze Háma Mellechez, Begajvásenre Kiáll, Fihakkal, Ailem, Kulajrő Szeach. Rabbi Nátán azt mondta, a nyári hónapokban a nap az égbolt tetején megy. És ezért az egész világ felmelegszik. Viszont ilyenkor a forrásvizek hidegek. Mi maiszak somim, viszont télem, hámomel lehezbe sipulére kiá, akkor ilyenkor, tehát mit látunk, hogy nyáron a fejünk fölött megy a nap. Télen egy sokkal szűkebb pályát ír le a nap, és ezért nem melegszik fel annyira a föld. Viszont a Mejanes Reischim, a forrásvizek fölforrósodnak. Ehhez hasonló brájtában tanultuk be, tanulra bonon, be árba svinlin hamamál lehez. Négy pályán megy a nap, négy pályás szakaszra lehet osztani a napot, egy évben. Ugye az, hogy a napnak a elhelyezkedése észak-déli irányban változik, és ennek megfelelően változnak az évszakok, ezt négy évszakra lehet bontani. Nisan ijel szíván a tavaszi hónapokban, mert ha lehez be harim, akkor a hegyeket süti a napfénye, és ilyenkor le fáseres a slagim, ilyenkor felolvadnak a havak. Támuzav elul a nyári hónapokban, mert lehez be jissúf, kedé levásel a peirajsz, akkor a kerteket süti, hogy megérlelődjenek a gyümölcsök. Tisré már hesvon kiszlév az őszi hónapokban, mert lehez be jámim, akkor ilyenkor a tengereket süti, hogy kedé le jába, és összene a hajrajsz, hogy kiszáradjanak a folyók, azt nem teljesen értem, hogy miért szállnak ki a folyók. Tévész, svát ádor, mert lehez be mit bak, se lőj le jábe és eszhazraim. A téli hónapokban pedig a sivatagban megy, azért, hogy ne száradjanak ki az ültetvények. Ezt nem. Még az egyszerű magyarázatát sem értem teljesen ennek, hogy kell érteni. Oké. Visszatérünk a Misnának a tanításához. Emlékezzetek vissza, hogy arról volt szó. Az volt a vita, hogy ugye ezen teljesen lezártuk most már csillagászati kérdéseket, tehát visszatérünk a normál ügymenethez, és a Misnának volt egy olyan tanítása, hogy vita volt arról, hogy mit jelent az, hogy valaki távol van, és ha távol van, akkor nem hozza meg az első Pészach jelzatot, hanem a második Pészach jelzatot fogja meghozni. Mit jelent az, hogy távol van? És két vélemény volt. Az egyik vélemény szerint a távolság az, hogy messze van Jeruzsálemtől. És még ezt is kifejtettük, hogy mit jelent, hogy messze van Jeruzsálemtől. Ez azt jelenti, hogy 15 millre van Jeruzsálemtől, tehát Modin távolságában van.
A másik vélemény, Rabbi Lázár véleménye az volt, Rabbi Ezer véleménye az volt, bárki, aki kínjább van, mint a szentély bejárata, azt már úgy tekintjük, hogy ő távol van Jeruzsálemtől. Áfal gáv, de moci ajil, de hogyha távol van azt jelenti, távol van Jeruzsálemtől, hogy nem lépett be a szentélybe? Nem mondjuk neki azt, hogy menjen be, és csinálj meg az áldozatot, valaki ott áll a bejárat előtt, az ajtófélfa előtt, és a küszöb előtt, és nem megy be, akkor mondjuk meg, hogy menjen be. Miért tekintjük ezt távol lévőnek? Szóval Talmud annak ellenére, hogy de maci áél, annak ellenére, hogy be tudna menni, hogy lojam rinan kumájél, nem mondjuk neki, hogy menj csak be, és ha nem mész be, akkor nem tekinthetünk távol lévőnek, tehát jár neked kárját, és nem pótolhatod az áldozatot később. Azt mondja a Talmud, de hát ez hogyan lehetséges? Akkor ezek szerint hagyjuk, hogy ott álljon a küszöbnél, és nem kényszerítjük, nem mondjuk neki, hogy menjen be. Egy ehhez hasonló esetben, amikor nem arról volt szó, hogy ő távol van, hanem arról van szó, hogy mondjuk körülmetéletlen. A körülmetéletlen sem hozhat pészaki áldozatot. A körülmetéletlennek mondjuk, hogy metélje magát körül. A arjed, sin lajmal, annus karesdi, Rebb Lezer maga azt mondta, hogyha valaki nem metélte magát körül, akkor ha lenne rá módja, körülmetélje magát, és mégsem metélte magát körül, és ez nem hozta meg a pészaki áldozatot, akkor ő neki jár káret. Itt pedig azt mondod, hogy ha ő már nem lép át a küszöbön, pedig átléphetne, de nem lépett át, akkor olyan, mintha távoli úton lenne, és nem jár neki karet. Hol itt az igazság? Hol itt a koherencia? Omer abáje, dereke chajka le tajve, én dereke chajka le tame. Azt mondja, abáje, igen, ez a lényege ennek a mondásnak, hogy a derekre chajka, a távol lévő, az kire vonatkozik? Arra, csak arra, aki tiszta. A tisztátalan az már nem távol lévő. És ugyanígy, valaki körülmetéletlen, az nem olyan, mint a távol lévő. A távol lévő az egy speciális eset, ami valóban annyira speciális, hogyha tényleg azt jelenti a távol lévő, hogy a küszöbön kívül vagy, akkor is távol lévő vagy, hogyha be tudtál volna jönni a küszöbön. Rave amárt, naihi. Rave azt mondja, hogy ez egy valójában egy korábbi mesterek között már fennálló vitának a tükrözése. Hogy továbbadásod. Tánya, Rebbe Elezer, nem már nichuk makim Pesach, hanem már nichuk makim Maise. Mále halen. Chutzachi lassai. Afkán. Chutzachi lassai. Rebbe Elezer azt mondta, hogy két helyen is látjuk, hogy a Jeruzsálemtől való távolság az szerepel a Tórában. Egyszer szerepel a Mászer Séni kapcsán, hogy amikor arról van szó, hogy a második tizedet az Jeruzsálemben kell elfogyasztani, és nem Jeruzsálemtől távol, és egyszer szerepel itt, amikor a pészaki áldozatról van szó. Akkor ugyanazt jelenti a pészaki áldozatnál, mint a Mászer Séninél, a második tizednél. Ugyanúgy, hogy a második tizednél az fogyasztásnak a helyét jelenti, tehát Jeruzsálemet jelenti. Ugyanígy a Pészaknál is akkor Jeruzsálemet jelenti. Tehát mit jelent? Távol lenni? Jeruzsálemtől távol lenni, ahogy a Misnák első véleménye mondta. Rabbi Jöjszibár Jehuda pedig azt mondta, hogy nem egészen így kell ezt Mishum Rabbi Lezer, Rabbi Lezer nevében, hogy nem így kell ezt érteni, hanem Chutzlászi Asszai. Nem úgy kell érteni, hogy távol a fogyasztásának a helyétől, hanem távol a készítésének a helyétől. És akkor az nem azt jelenti, hogy ahol elfogyasztják, tehát Jeruzsálemben, hanem azt jelenti, hogy ahol elkészítik, tehát a szentélyben. Man azla, had amar Rabbi Yitzchak bar Rabbi Yosef bet Meim halach achar ha'ev, ha'imdim bazor, keman ber Yosef bar Yehuda, amar Mishum Rabbi Elezer, és akkor ennek megfelelően az a törvény is, amit egy másik helyen tanultunk, hogy ugye volt róla korábban többször szó, hogyha a közösség nagyobbik része tisztátalan volt,
akkor tisztátlanságban lehet meghozni az áldozatot. Ki számít itt a közösségnek? Ha azt mondjuk, hogy a távol levők az mindazok, akik nem a szentélyben vannak, akkor a közösség az azok, akik a szentélyben vannak. Tehát, hogyha a szentélyben levők többsége tisztátalan, akkor már úgy tekintjük, mint a közössége nagy része tisztátalan lenne, hiszen mindenki más, az távol levő, akire nem is vonatkozik az első Pészak törvénye. Akkor ilyen értelemben, amikor azt mondta Jézsek Barabi Jőszef, hogy a közösségi tisztátalanságra azt kell nézni, a szentélyben ki tisztátalan, a többségben vannak el tisztátalanok, az Rabbi Lezer mondásán belül Rabbi Jőszef Barabi Huda értelmezését követik ki. Azt mondta, hogy Rabbi Lezer Ben Huda úgy tanította, hogy a második tizedhez való hasonlóság az nem abban van, hogy ugyanúgy, hogy a másik tizednél is a fogyasztásnak helyét nézzük, akkor itt is a fogyasztásnak helyét nézzük, tehát Jeruzsálemet, hanem a készítésnek a helyét nézzük, tehát a szentélyt. Köszönöm szépen a figyelmet, eddig tartott ez a rövid kis kiegészítés a ma reggeli tananyaghoz. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel 7:30 folytatjuk a szokásos menetrend szerint. Mindenkit sok szeretettel várok, addig is további kellemes estét, és jó pihenést kívánok nektek!